Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reheker Andrea vagyok, és ez a nap híre így hétfő reggel. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk, aki hallgat minket, és akik megosztják a videókat. Nagyon köszönjük, hogy kommentekkel is segítik a munkánkat, és tényleg nagyon érdekesek a kommentek. Ezek mindig újabb gondolatmeneteket indítanak, nyilván bizonyos esetben. Egy kicsit régebbi hírre fogok most reflektálni, de szerintem igen érdekes, és erről nem esett szó a múlt héten, amikor lehetett volna róla többet beszélni. Ugye Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök Amerikába látogatott, és azért érdekes ez a téma, mert egyébként megint csak ez egy általános dolog kellene, hogy legyen, hogy ugye már 9 hónap eltelt ahhoz képest, hogy újra beiktatták miniszterelnökként, és még mindig nem találkozott az amerikai elnökkel. Ami azért ahhoz képest, ahogy eddig mentek a dolgok a két ország között, nagyon is furcsa. Tehát az amerikai elnök volt mindig is az első számú nagy támogatója az izraeli elnöknek, vagy az izraeli miniszterelnöknek, az izraeli kormánynak, és most Joe Biden tüntetőleg távol maradt mindenhonnan, pontosan ugyanúgy, mint ahogy Barack Obama is. Ugye Barack Obama nem is volt Izraelben, talán csak a második ciklusának a végén, és egyébként meg ugye Egyiptomban emlékszünk arra az ominózus kairói egyetemi beszédére, amiben elmondta a muzulmánoknak, hogy mi egyébként alárendeltjeik vagyunk nekik, tehát Obama nagyon-nagyon furán viszonyult az egész izraeli, arab, meg egyéb palesztin ügyhöz, és egyébként most ez egy megaláztatás volt kvázi Netanyahu számára, ez az egész múlt heti vagy két héttel ezelőtti eseménysorozat, ugyanis azért érkezett az Egyesült Államokba többek között az izraeli miniszterelnök, mert ülésezett az ENSZ, és 5 év elteltével újra az ENSZ közgyűlés előtt elmondott egy beszédet Benjamin Netanyahu, és megpróbálták egyeztetni az amerikai elnöknek a stábjával is, hogy jó lenne találkozni, ha már egyszer ott van az országban. És hát ez úgy szokott menni, hogy leülnek a Fehérházban, és akkor van egy olyan hát kandalló, az az ominózus kandalló, ahol a múltkor sikerült elaludni a Joe Bidennek, hogy ott leülnek, és akkor beszélnek bizonyos ügyekről, és akkor ez egy egészen előkelő, hát méltatás is. Tehát valahol egy bizonyos szintet el kell, hogy érjen a két vezető között ez a kommunikáció, és most ez teljesen megszűnt, meg egyáltalán nem is létezik, mert ugye nem volt hajlandó a Biden stáb azt megszervezni, hogy a Fehérházban legyen a találkozó, hanem Manhattanben, tehát ugye New Yorkban van az ENSZ-nek a központja, és mind a két vezető New Yorkban tartózkodott, és akkor Manhattanben leültek végül is beszélgetni, és akkor egy ilyen 10 perces blokk az nyilvános is ebből, tehát például a Times of Israel-nek a honlapján az egész leíratot el lehet olvasni, hogy miről beszéltek, és hát ugye három nagyon súlyos, vagy hát hangsúlyos téma volt ebben a beszélgetésben. Ez az úgynevezett igazságügyi reform, amiről majd egy kicsit később még fogok beszélni, hogy mit is takar ez, de ugye emiatt nagyon-nagyon ekézik Izraelt, és állandóan, vagy hát az izraeli kormányt, és ugye tüntetések zajlanak, ott Manhattanben is. Tüntetések voltak az ENSZ közgyűlés alatt is ezzel kapcsolatban, Izrael ellenes tüntetések. Akkor ugye a másik téma az együttműködés, a további együttműködés Izraellel, a harmadik pedig a szaúdiakkal való kiegyezés, amit még Trumpék kezdtek el az előző ciklusban intézni, és ami teljesen megrekedt, ugye tudjuk, Joe Bidennek olyan szinten sikerült megsértenie a szaúdi koronaherceget, hogy még az Egyesült Államoknak a kapcsolata is hosszú időre megromlott Szaúd-Arábiával, és ugye pont most lesz 5 éve, hogy Jamal Khashoggi-t a Törökország az isztambuli szaúdi nagykövetségen titokzatos módon apró darabokra szabdaltak, és aztán ebből mekkora diplomáciai botrány lett. Szóval eléggé bonyolult a szituáció most Izrael és az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia körül, de egyébként meg azért nagyon érdekes, mert hogyha az izraeliek és a szaúdiak kiegyeznek egymással, ahogy erről Netanyahu például az ENSZ közgyűlés előtt mondott beszédében is értekezett, akkor az egy újfajta Közel-Keletnek a kialakulását tudja okozni, és van egy közös ellenség, úgymond, Irán, akivel szemben egyesíteniük kellene az erőjüket.
ezeknek az országoknak, Izraelnek, Szaúd-Arábiának, ugye Jordániával és Egyiptommal már van megállapodás, aztán ugye az Ábrahám egyezményekben sikerült még öt másik, vagyis három másik arab országgal is megegyezni. Tehát Szaúd-Arábia azért lenne nagyon-nagyon fontos, mert ugye vahabita az egész ország, vagy legalábbis a nagyobbik fele, és ez azt jelenti, hogy ők a fő ideológusai a szunnita irányzatnak, ami elég rendesen meghatározza, hogy például Törökországban mit mondanak az imámok a mecsetekben. Tehát a szaudiak azok nagyon-nagyon régóta ilyen elnyő szervezeteken keresztül támogatják az ideológiai nevelést az iszlám országokon belül, tehát óriási pénzeket fektetnek bele, és hogyha ezek úgymond kimondják, hogy Izrael az szalonképes, meg kóser, már így uram, bocsá, akkor az megváltoztatja Izraelnek a státuszát egy csomó helyen. Tehát például a muszlim testvériség is a vahabita mozgalomhoz tartozik, meg a Hamasznak egy nagy része is, ugye ez alatt, az ideológia alatt működik, és ez óriási elmozdulást tudna jelenteni például a radikális iszlámnak a nézeteiben is Izraellel kapcsolatosan, tehát ez egy hihetetlenül nagy lépés volna, hogyha sikerülne megegyezni a szaudiakkal. És ugye a szaudiak is látják, hogy ebben van potenciál, és ők meg azt akarják ennek fejébe, hogy békét kössenek Izraellel, hogy engedje meg a világ, Izrael lényegében meg az Egyesült Államok, hogy elkezdjenek idézőjelbe lakossági célra uránt dúsítani. Tehát szeretne atomprogramot Szaúd-Arábia is. És ugye a Bin Salman, a koronaherceg az elmondta, hogy nyilvánvalóan nem akarják használni az atomfegyvert, meg nyilvánvalóan senki se tudja használni az atomfegyvert, akinek van, mert abban a pillanatban, ahogy beveti, azonnal a világ többi részével háborúban találja magát, tehát az az ország, aki atomfegyvert fog bevetni, az azonnal kirobbantja a harmadik világháborút, és ugye mindenki abban a pillanatban ellene irányozza a saját arzenáját, tehát hülyeség volna használni, de ettől függetlenül, hogyha Iránnak, a legfőbb riválisnak van atomfegyvere, már pedig nagyon közel állnak hozzá, hogy legyen, akkor a szaudiaknak is kötelességük ezt megtenni, hogy nekik is legyen atomfegyverük, és ezért el akarnak kezdeni egy atomprogramot a szaudiak, amiben eddig se Izrael, se az Egyesült Államoknak a kongresszusa, meg a szenátusa nem volt hajlandó belemenni, tehát azért ez egy veszélyes dolog, meg nincs is hozzáadott értéke a szakértők szerint. De most úgy tűnik, hogy ez a kívánsága a szaudiaknak annak fejében, hogy kiegyezzen Izraellel, plusz kértek engedményeket a palesztinok számára is. Viszont Netanyahu-nak az a véleménye, hogy ha sikerül kiegyezni a szaudiakkal, és ezen keresztül enyhül még további országokkal Izraelnek a kapcsolata, akkor a palesztinok azok elveszítik lényegében a vétójogukat mindennel kapcsolatban, amit Izrael tesz ezen a területen, amivel most rendelkeznek jelen pillanatban, ugyanis az a koncepció, hogy ki kell egyezni először a palesztinokkal, és akkor utána lesz majd békére lehetőség, de a palesztinok nem hajlandóak kiegyezni, tehát a palesztinok abban akarnak kiegyezni, hogy Izrael takarodjon el onnan, és az az ő földjük, és akkor adjanak nekik mindent. De ez meg történelmileg nem állja meg a helyét, tehát itt egy kompromisszumot kéne kötni, amire nem hajlandó az egyik fél. És ugye Netanyahu úgy volt vele, hogyha ezt megkerüljük, és kiegyezünk a többiekkel, akkor ha úgy érzik a szaudiak, vagy a palesztinok, hogy nem áll mögöttük már az egész alapvilág, akkor lehet, hogy hajlandóak lesznek kompromisszumokat kötni, és akkor könnyebben meg lehetne oldani a békés egymás mellett élést. Senki nem akar kiirtani senkit, ugye? Itt azért az én videóim alatt is vannak kommentek, hogy Netanyahu felvázolt az ENSZ-ben egy palesztinok nélküli új közel-keletet. Ez a legnagyobb hülyeség a világon, amit el lehet mondani. Igazából az a helyzet, hogy nem feltétlenül van arra szükség, hogy legyen egy palesztin állam, hanem kapnak területet, de nem, vagy nem azon az áron, hogy Izrael védhetetlenné váljon. Mert ugye erről beszélünk, hogyha visszaadnak olyan területeket a zsidók, amit sikerült elfoglalni, például a Golánt, akkor védhetetlenné válnak, és akkor lényegében el is költözhetnek akárhova. Tehát azért ezek megint csak olyan témák, amikről nagyon nehéz pártatlanul, meg úgy beszélni, hogy csak az egyik oldalt vesszük figyelembe. És hát ugye ezzel totálisan megalázta őket Biden, hogy csak így by the way találkoztak a ENSZ közgyűlésnek az oldalágán. És ugye nem is arról beszéltek, hogy közel-keleti béke,
hanem erről a szerencsétlen igazságügyi reformról ment a vita. És ugye ennek az a lényege, hogy hoztak egy törvényt Izraelben, hogy a legfelsőbb bíróságnak joga van jogszabályokkal, úgymond a parlament által hozott törvények ellen is döntéseket hozni. Tehát nem köteles a legfelsőbb bíróság betartatni ezeket a törvényeket, hanem kvázi fölötte áll az egésznek. Viszont ezt nem, így nem lehet kormányozni, hogy oda megy Gibbs Jakaba a legfelsőbb bírósághoz, vagy indít egy eljárást, eljut a legfelsőbb bíróságra, és akkor azok egyszerűen egy parlament által meghozott törvényt így egy mozdulattal ketté törnek, vagy áthúznak. Ezt nem lehet megcsinálni, így nem lehet élni. És ugye ezt vonták vissza Netanyahu újra beiktatása után, ezt a lehetőségét a legfelsőbb bíróságnak. És most ezen pörög mindenki, hogy ezt nem lehet, mert hogy elviszik a demokráciát, elvették az emberektől, de az embereknek annyi joguk van ott is, hogy választanak egy parlamenti képviselőt, meg választanak képviselőket, és azok képviselik őket a következő választásig. Ez van nálunk is. Tehát nálunk sincs ez, hogy az ember bepereli a magyar parlamentet a bíróság előtt, és akkor a legfelsőbb bíróság azt mondja, hogy figyeljetek ide, ez az ÁFA törvény, ez egy hülyeség, legyetek szívesek, változtassátok meg. Tehát ez nem egyszer működésképtelenné teszi az egész rendszert. És ugye ezt a zsidók megpróbálták, nem működött, most visszavonták, és akkor most az egész világ ezen pörög, de ha belegondolunk, akkor az amerikaiak maguk is fel akarják a demokraták hígítani a legfelsőbb bíróságot, mert konzervatív többség van benne. Tehát ők is megpróbálják megnyírbálni annak a jogait, csak hát nyilván nekik szabad, mert ők amerikaiak. Tehát az egész egy ilyen totális kettős mérce. És hát ez most egy nagyon érdekes szituáció, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez vajon hogyan működik. Ugye Netanyahu kiváló diplomata, ennek a helyzetnek a közepette is, hogy megalázták, méltatta Bident, meg nem akarja felégetni nyilván a hidakat maga mögött, tehát szeretne jó kapcsolatot, de ez azért mostanában egyre nehezebb. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fut ez ki, meg hogy a szaudiakkal hogyan lesz megállapodás, mi lesz ennek a vége, főleg, hogy most ugye Ukrajnán pörög mindenki, az amerikai költségvetési deficit, meg a költségvetési vita kellős közepén. Tehát nagyon-nagyon érdekes téma szerintem. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, kommenteljenek, és aztán a következő témával pedig jövök majd szerdán a menetrend szerint. Addig is minden jót, vigyázzanak magukra, viszont hallásra.